kívánok. Jó napot kívánok. Kovács Kressz vagyok. Malási Benedek. Egy combmasszát szeretnék kérni. Edzésen meghúzódott a combom, esetleg kivitelezhető lesz ez ma? Persze. Tessék be. Köszönöm szépen. Remélem jó lesz. Hát, ha bármi baj van, várom vissza szeretettel. Rendben. Köszönöm, felöltöztek. Köszönjük a közreműködést a Glória cipőboltnak. Ez az élet, gyerekek. Köszönjük szépen a közreműködést a Royal Rose Zavardának, máskor is eljövünk dolgozni. Ember! Nehogy eldobták! Igen, el szeretném kezdeni a horgászatot, tudnál segíteni nekem? Persze, természetesen, jövő utána. Na, kezdésnek ajánlomik igazából a spitzbotozást, úszós módszer. Ez a legjobb ahhoz, hogy egy kezdő horgász elsőjött a horgászat alapít, úgyhogy én egy spitzbotot javasolni. Na, a horgászatban úgy gondolom a legfontosabb dolog a kényelem. Itt van ez a két szék, ez elég jó minőségű. Igen, a kényelmet azt én is szerintem. Hogyha leülsz, fú nyugodtan, sör a kezedbe, csajok előtted, minden meg van, horgászbot a kézbe, kapás, vársz, nőket nézel, legjobb. Ebből a sört lecett a legjobb.
Következő fontos dolog az etetőanyag, enélkül elsérül a horgászt. Nagyon fontos, mint látod, elég sok fajtát megtalálsz az üzletünkben. Ilyen pontyot akarnék nem pontyot. Úgy gondolom, hogy ez a fajta etetőanyag, ez megfelelő lenne első alkalomra, ezt én is szoktam használni, szóval ezt tudom ajánlani, illetve különböző aromákat ajánlanék hozzá. Ez felhősítenek a vízbe, úgyhogy illetve felhősítenek. Legfőképpen a kukoricát ajánlanám neked. Vannak különböző pácoltak, ezek elég bűnösek alapvetően, ebben van tigrismogyoró, szóval azt is megtalálod benne, hogyha esetleg a múlt szeretnél fogni, illetve nagyon extra csokoládés. Mindjárt, én is megyem. Úszóshorgászathoz leginkább ezt a fajta úszókat ajánlanám. Ez tökéletes kárász, illetve ponty horgászatához is. Kezdő horgászint akciósan 30 000 forint. Köszönjük a vásárlást, sok sikert! Köszönjük, köszönjük a közreműködést a Székesfehérvári Korona Horgászcentrumnak. Tisztelettel jelentem, az osztály létszáma 1, nem hiányzik senki. Rendben, köszönöm, foglalja a helyet. Esetleg függvénytáblázatot hozott le? Nem. Miért nem? Beírtam az 1-est a naplóba. Szerencséje van, mert én hoztam magammal 4-egyű függvénytáblázatot. Nyugodtan igénybe veheti. És munkafizet is van nálam, itt a táskámba. Benedek, kérem válaszoljon, 1 + 1 az mennyi? 3 talán. Kérem, adja ide a kezét. Rossz válasz. Na, nyissa ki az 55. oldalon. Akkor... lássunk hozzá az 5-ös feladathoz. Kérünk. A gólkos tojás 4-együtt is használja hozzá. Kérem, óra végéig végezzem vele, és utána pedig leellenőrzöm. És kap rá jegyet, és ezen múlik az évvégi értékelése. Vagy megbukik, vagy átcsusszak. Látom! Ott az asztal alatt. Nincs semmi. Ott világít a lába közt. Kérem, adja ide a telefonját, hogy aki az asztalra. És saját kútfőből dolgozzon, ne pedig csalás. Igen, Benedek? Készülök. Rendben. Kérem, adja ide a munkafizetet, leellenőrzöm, és ezen múlik az évvégi jegye. Benedek, nem is tudom, mint jelből legyek most. Most kapott erre egy 4-es, ezért az átlaga 1,99, és én erre megadom magának a 2-est. Ez!
Szépen. Viszontlátásra Benedek, kellemes hétvégét kívánok. Viszontlátásra, tanár úr.